Hello, sziasztok! Hello, sziasztok! Na, gondoltuk, csinálunk gyors egy kis vlogot, mert van egy-két dolog, ami alakult. Hát, úgy néz ki, hogy elkezdett hiányozni egy kicsit nekünk is az, hogy így játszunk másra is, nem csak a God of War-ra. Úgyhogy visszatérünk egy kicsit a régi rendszerhez, hogy akkor lesz egy dark rész, lesz egy God of War, ami állandó lesz minden igen. Héten. És lesz egy harmadik videó, ami vagy Last Guardian, tehát egy héten Last Guardian lesz, másik héten Last of Us. Ja. És emellett még, hogyha eszünkbe jut valami, amit szívesen megcsinálnánk, és ilyen apróbb project, igen, akkor azokat így megcsinálgatjuk. Most egy kicsit muszáj leszünk visszavenni, mert kezdünk kipukkodni, mert az a baj, hogy most minden egyszerre így nagyon összejött, a munkahelyen is nagyon durva. Ja, úgyhogy kb. Hullák vagyunk, ugye most tanában is streamelgetni is eléggé belekezdtünk már magunkhoz képest. Igen, a streamnél is visszaállunk arra, hogy lesz a vidám vasárnap. Annak találunk egy fix időpontot, még nem tudjuk pontosan, de majd kiírjuk, tehát hogy nem mindig ki kelljen írogatni, hanem... Lehet a 11 majd. Most azt arra beállunk. Most lehet, hogy a 11-re valószínűleg 11, igen, minden vasárnap 11-től. Minden vasárnap 11, és akkor ott se lesz ilyen... Nem tudom, ilyen 5 órás, vagy 6 órás. Igen, az a baj, hogy nekünk sok így a dolgaink mellett. Igen, bocsánat. Majd nem tudom, belőjük egy 2 órára, vagy valami ilyesmire, és akkor úgy lesz. Ott most egyébként akkor folytatjuk az Okamit, és akkor még esetleg, az még nem biztos, lehet, hogy találunk valamikor hétközben egy másik időpontot, vagy szombaton, streamre, amikor meg valami mással. Mondjuk most a Detroit például mocót nagyon érdekli, és majd lehet, hogy abba belekezdünk valamikor. De hát most esélyünk nem volt rá ezen a héten. Nem, hát most nagyjából az életre nem volt esélyünk a héten, tehát... De hát mindegy, ez van. Úgyhogy most elkezdünk a jövő héten, akkor most jön Dark is már elvileg. Ott én megfogadom, hogy... Megfogadom, hogy nem fog akkorákat rage-elni, meg egy kicsit türem. Nem is az, hogy rage-elni biztos fogok. De türelmesebb leszek egy kicsit a játékkal, meg nem tudom, kicsit jobban magamba szállok majd, mert... Igyekszünk egy kicsit. De egyébként valamilyen szinten elkezdett hiányozni, és az jó. Igen. Ilyen szempontból. Na, úgyhogy, hát reméljük, hogy nem bánjátok. De bármi hozzászólásotok van, akkor kommentbe várjuk. Ja. Vagy... Azért, igen. Bocsánat. Igen, mondjad. Azért meg elnézést kérünk, hogyha így játékokba... Nem tudom, én így balfaszoskodunk. Ja, ez így sajnos benne van, ja. Mert... Öregek vagyunk. Hát, öregek vagyunk, de nem csak az. Nem csak az, egy csomószor tényleg tök fáradtan ülünk le, mert akkor van időnk most. A hétvége is általában olyan, például ez a hétvége most olyan, mintha agyonvertek volna. De hát nyilván ettől függetlenül megy tovább az élet. Persze. Az ember csinálja a dolgait úgy, ahogy tudja. Mi sose leszünk igazán jó játékosok, szóval, hogyha valaki azért iratkozott fel a csatornánkra, igen. Hogy... Vagy itt majd szóprósak hogy lesz. Igen, hogy mi nem majd lesz, itt írtunk, meg nem tudom, úgy játszunk, mint a legjobbak a szószajátékok, akkor ezt így... Mi móka kacagást azt tudunk garantálni. Hát még azt sem feltétlenül. Az sem mindig, de... Ja, szóval... De mi nem inkább, azok a... Inkább komoly... Bocsánat, hogy mindig egymásba pofázunk. De egyébként ez is full a fáradtság jele, hogy így kb. Nem tudom, így el... Mintha két külön világban lennénk, hogy nem tudom. Mi inkább csak annyit akartam, hogy mi inkább a komolytalanságot tudjuk garantálni, mint a komolyságot. Ja. Szóval mi sose leszünk szóprók, hogyha valaki nem. Arra vár, hogy majd... Hát, ha... Azért követ minket, mert majd biztos előbb-utóbb nagyon jól fogunk játszani, hát valószínűleg nem. Tehát lesznek jó pillanataink, meg egyébként biztos, hogy vannak. Én megmondom őszintén, a BL4-es dologra eddig tök büszke vagyok, hogy eddig is eljutottunk. De a Ludwigot ez, meg a fogjuk majd ölni valamikor. De most az nagyon megakasztó. De nekünk nagyon szopó az, ja, ott. De igazából ott is az a baj, hogy ugye viszonylag kevés időnk van rá, és akkor mindig így nekiülünk, hogy na most meg ők, és akkor játszunk vele, tudom én, 3 órán keresztül neki megyünk, hogy hátra sikerül. Igen, és semmi, és... Igen, és utána haladunk a többi dologgal, mert ugye több mindent csinálunk egyszerre, úgyhogy így egy kicsit nehezebb, de nem baj, mert igazából nem sietünk sehova, szóval... Tehát, hogyha néha nagyon kapkodósnak tűnünk, az azért van, mert mi az életben is ilyenek vagyunk, és nyilván olyanok vagyunk a videókban is, mint az életben. Tehát, hogyha nagyon sok játékunk van, tényleg rengeteg játékot vettünk, amivel nagyon szeretnénk játszani. Ja. Már ott van a Horizon Zero Dawn, amit már tényleg nagyon ki szeretnénk próbálni, és már január óta megvan.
meg rengeteg másik játék is, most föl sem tudom sorolni igazából, és azért van, hogy lehet, hogy néha kapkodósnak tűnik, de mi így mindig élvezzük az adott játékot szerintem. Hát, ja. De nyilván ez függ az élettől is egyébként, hogy éppen persze. Hogy alakult. Tehát, aki, én megmondom őszintén, azok a videósok, akiknél így mindig minden rendben van, szerintem ők így, hát vagy, nem tudom, vagy akkor vesznek fel, amikor tényleg minden rendben van, de aki meg így sorozatos, tehát hetente csinál 6 videót, és mindig minden rendben van, azt én nem tudom elhinni. Lehet, hogy így van, én ezt kizártnak tartom basszus, hogy egy embernek az életében folyamatosan mindig minden rendben legyen, soha ne legyen faszfej, soha ne legyen fáradt, és nyilván, lehet, ha fáradt vagy, akkor faszfej is vagy sokszor. Lehet, hogy más ezt jobban kivágja, vagy jobban vissza tudja fogni magát, vagy nem tudom. Nem tudom, én most néztem egy csomó streamert, ott van a Splice például, ugye a Honor miatt így viszont sokat nézem. Egy csomó mindenben nem szimpatikus egyébként, de abba tök szimpatikus, hogy így nála így látok mindent. Így látok hideget, meleget, éppen milyen kedvem, múltkor depressziós volt, de azért streamet, mert szereti a Honort. Ja, és az ettől függetlenül streamet. Nem tudom elképzelni depressziósan. Hát ilyen depressziós volt, és így nagyon nehezen viselte, ha bárki beszól, és ugye nála kurva sok néző van, és így nyilván beszólogatnak. Úgyhogy, ha meg épp őrült hangulata van, akkor meg őrült, így nem foglalkozik semmi, vagy csinálja dolgait, de hogy így őszintének tűnik. Mondom, ha nem igen, is szimpatikus, de őszinte, és ez nekem így tökre tetszik. Ja. Úgyhogy mi is kicsit ilyenek vagyunk, hogy csináljuk ezeket a videókat, és néha úgy ülünk le játszani, hogy kurva fáradtak vagyunk, mondjuk adott esetben, hát van ilyen. Aztán biztos vannak jobb pillanataink is, remélem majd egyszer visszanézzük az egész csatorna hogy hát ha lesznek hát jó pillanatok. Hát ha kiszúrunk valami jó pillanatot. Nem, én például azért büszke vagyok a DS2-es első próbálkozásos 3. Ja, az jó volt, a Rikokoi? Rikokoi. Ja, az jó volt. Arra biztos. Nem, vannak biztos, hogy jók is, rosszak is, hát most ez van. Mi ilyenek vagyunk. Lehet, biztos egyébként kiket volna alakítanunk valami ilyen YouTube személyiséget, vagy nem tudom. És akkor lehet, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb tartalmat tudnánk csinálni, mert akkor mindig az lenne, hogy amikor leülünk, akkor azok vagyunk, és kész, és az így meg lenne szabva. Jó, de ez milyen... azért van, mert mi ezt nem üzletből kezdtük el csinálni, és nem... Hát nem, meg nem is abból meg csináljuk, nem is, meg nem is lehetne. Meg nem is ültünk le, és akkor most csináljuk egy koncepciót, meg tervet, meg... Ja. És az nem is nekünk való szerintem egyébként. Ja, nem tudom, hát ez így jött. Ez ilyen, ezek vagyunk mi. Ja, úgyhogy köszönjük, hogy velünk vagytok, meg köszi, hogy így elnézitek a hibáinkat is, hát ez van. Meg mindenféle támogatást köszönjük. Ja. Hát így igyekszünk szórakoztatóak lenni. Rengeteg mindent kaptunk már tőletek. És így tök jó, hogy így mindig, amikor van valami gáz, akkor így, vagy így, mi úgy érezzük, hogy van valami gáz, akkor így mindig van valami, ami így átlendít, és ez így csomószor így nektek köszönhető. Ja. És így köszönjük, hogy elmondtuk. Ja, na mindegy, igazából csak ennyit szerettünk volna mondani. Úgyhogy köszi mindent, nyomjuk. Nyomjuk ezzel. Igyekszünk nem balfaszok lenni, nem, aztán ennyi. Fél ezer, 500-zal. 1500. Jó van. Na. Na jó. Ja, még annyit akartam mondani, hogy mi van? Semmi. Az összeszedettség sem, ami azt a... Nem. Igen. Még annyit akartam mondani, hogy ha bármi tanácsotok van, ha bármit gondoltok erről az egészről, hogy szerintetek hogy lenne jobb, vagy ilyesmi, írjátok le, léci. Nem azt mondom, hogy akkor tehát mindent megcsinálunk, amit leírtok. Mert nyilván nem fog működni, főleg ha leírtok két ellenkező dolgot. De mérlegeljük. De meg beépítjük, meg ha tudjuk. Ha közel áll hozzánk a dolog, meg van rá reális esély, hogy mondjuk úgy csináljuk a dolgokat, akkor simán, és meg is köszönjük a tanácsokat is. Nyugodtan leírhatjátok, ha valami nem tetszik, azt is megköszönjük. Úgyhogy igazából ennyi. Van bármi más? Nekem nem. Jó, na akkor jövő héttől. Csak még annyit. Elnézést, uram, talából mindig nyomja. Ja, úgyhogy jövünk akkor jövő héttel, jó? Ja. Sziasztok. Sziasztok.